gyakran tart előadásokat általános iskolásoknak, óvodásoknak is, tehát az ő nyelvükön is elmondja, hogy mi a itteni látványosság. Elmondaná a tévénézők nyelvén is, hogy mi az, ami itt fogadja a látogatót. Mondjuk olyanoknak is szólhatna ez, aki még sose járt itt, mert azért sokan fölkeresték már itt. Hát ugye ennek a gyűjteménynek az őse 1978. szeptember 1-én nyílt meg. Itt a főépülettel szemben lévő egykori lakóépület, utána egykori bányamentőépület és utána egykori ásványtárban. Most egykori micsoda? Hát igazából... Egykori ásványtár, de most mi? Hát most raktár. Most raktár. Jelenleg raktár, igen. Tehát egyrészt ugye dokumentumokat tartunk ott, meg a gyűjtemény felújításakor kiemelt, hát nem selejtezett, de végül vissza nem került. Mondom, mindenek nincs azért itt helye. Vagy azért a jó részét be tudják mutatni a szerzeményeiknek? Igen, tehát ugye kellett húzni egy minőségi szintet, hogy mi az, ami visszakerüljön, mi az, ami nem. Tehát amiből teszem föl, van 5 darab, abból 3 eléggé roncs állapotú, de mégiscsak a gyűjteménynek a része, azt ott félretettük, megőriztük, tulajdonképpen ilyen kézbe vehető mintának meg van tartva. Amik pedig tényleg idevalók, azok visszakerültek a vitrínbe. Holdkőzet nincs, ugye az elvon? Az nincs. Hát de még lehet. Egyébként, ha holdról nem is, de honnan származnak ezek az ásványok? Én úgy látom, hogy nem csak magyar leletek vannak itt, hanem az egész világról szinte. Nem, hát itt igen, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, az Antarktisz leszámítva mindenhonnan vannak ősmaradvány, vagy kőzet, vagy ásvány példányaink. Illetve van 2 meteorit minta is. Ugye vissza kell menni, bőr is vannak itt minták. Igen, igen. Tehát vissza kell menni az időben, amikor még ugye 78, ugye a úgynevezett átkos, vagy hát a régi vasfüggöny mögötti éra tulajdonképpen. És azért azt figyelembe kell venni, hogy akkor nem volt annyira egyszerű és gördülékeny a nemzetközi kereskedelem. Tehát akár gyűjtő szempontból se, vagy szakmai szempontból sem. Azért ott elég jól megvoltak húzva a vonalak, hogy akkor mint a szovjet kutatók is eljöttek Magyarországra, és akkor megcsodálhatták, mint Ausztria felé a határátkelőt, és akkor hazamentek Moszkvába, vagy máshova. Tehát ez minden el így volt akkoriban, többségében. És azért is érdekes, hogy már akkoriban a régi gyűjteményben is azért voltak külföldi darabok, tehát ausztrál, brazil, amerikai példányok is, amiket ugye olyan emberek adtak, akik valahogyan mégis vagy átjutottak és vissza, ugye, ezen a szűrőn, vagy pedig kintről küldtek haza. Tehát rengeteg embernek a munkája van ebben az egész gyűjteményben, már a régiben is. Most kénytelen vagyok megkérdezni, mert én a Veszprém Vegyipari Egyetemen végeztem, igen. És a egykori rektor talán 2 éve hunyt el, elég magas kort megért. Ő ásványtannal foglalkozott, dr. Nemetz Ernőről van szó. Vele voltam ilyen kapcsolatok, mert én úgy tudtam, hogy ő még holdkőzetet is kapott. Akkor a nemzetközi hírneve volt. Hát igazából lehetséges, hogy vizsgálatra kapott. De persze, hogy hol volt még akkor? Már 78-ban. Ja, akkor én még sehol. Tehát azért... Rajzasztalon. Tehát mit tud elő? Nem. Tehát ugye amikor... Hát ezek a holdkőzetek ugye kétféle módon lehet hozzájutni. Az egyik mód, az ugye ez kimondottan kutatási célú. Tehát a NASA-tól ugye lehet kölcsönözni mintát. Vizsgálatra, amit aztán vissza kell küldeni. Egyébként... Milligramra pontosan gondolom. Vagy nagyon kevés veszteség. Igen, tehát valami minimális veszteség meg van engedve. Igen. Csak drágább. Azt viszont hozzá kell tennem, hogy nem tudom hány kiló holdkőzet minta így tűnt el az USA-ban, mert a postán elkeverték, máig nincsenek meg, állítólag. A másik verzió pedig a meteorit minták. Tehát van ugye kimondottan az Apollo mintákból lehet tudni, hogy milyen összetétele van, Hold egyik másik régiójának, és ugye ezzel lehet párhuzamosítani azokat a meteorit mintákat, amik ugye a Földre hullanak. Tehát mert ugye a Holdon ugye rendszeresen vannak meteor becsapódások, amik ugye anyagot lökhetnek ki az égitest felszínéről, tehát ugye ott sokkal kisebb a gravitáció, mint a Földön. És ugye ezek idővel ugye a Földre kerülhetnek. Van, amikor csak, mit tudom én, 50 grammos egy ilyen kis meteorit, de van, amikor több kiló. Tehát vannak akkor... a holdról származó meteoritok? Így van, így van. Ah, így van, tehát és ezek ugye olyanok, hogy ezeket bevizsgálják, ugye, megfelelő laboratóriumban, és igazából oda be kell adni egy bizonyos mintamennyiséget,
ebből az anyagból, hogy ott megőrizzék, mint referencianyagot, és a többivel igazából a tulajdonos vagy megtaláló kereskedhet. Tehát igazából, hogyha valaki nagyon akar holdkőzetmintát, ilyen meteorit formájában tud is vásárolni, akár az interneten. Hát pénz. Fekete piacon. Nem fekete piac, abszolút nem. Tehát erre vannak, van egy kimondottan erre szakosodott nemzetközi csoport, akik ezeket, tehát mindenképpen ilyen certifikációval, tehát hitelesített minták alapján van ez kiállítva. Most azt mondja, hogy a Holdról jöjjünk vissza ide Ajka Csingerbe, és mutassa be az ásványt. Tehát ugye valamikor elkezdődött, valamikor a mintamennyisége, ez gondolom bővült az idők során nyilván, mert közben is történtek megfeltalálások. Igen, hát igazából ez, tehát maga a régi gyűjtemény, az ősgyűjtemény, az ugye többnyire a környékbeli bányákból származó anyag, illetve távolabbi magyarországi minták. Tehát teszem föl, hogy nyilván Ajka, hogy ez adja magát, akkor a bauxit, környékbeli bauxit típusok, tehát legyen az mondjuk Szőcs, Halimba, Nyirát, Kislőd, vagy akár Iharkút, és ugye az Urkuti Mangánérc bánya anyagaiból állt össze, és ugye ezek ténylegesen tematikusan voltak szétválogatva. Tehát volt egy olyan része a gyűjteménynek, ahol csak Ajka, csak Urkút, akkor volt olyan, ami csak Gyöngyös Oroszi például, ugye Kelet-Magyarországról, és volt emellett egy rendszertani rész is. És egy kicsikét már úgy kezdett szétcsúszni a kép, így az évtizedek külső alatt. Külső szemlőnek pláne gondolom, aki nem rendszerbe gondolkod. Igen. Tehát, hogyha valaki ugye jött ide és hozzáértő volt, akkor az ugye össze tudta rakni, hogy mi hova tartozik ásványrendszerben, vagy kőzettípusba, vagy ősmaradványba, melyikkor. Csak ugye egy külső embernek ugye ez ilyen szigetek kiállt össze az egész. Arról nem is beszélve, hogy a vége felé voltak olyan vitrinek, hogy egy bizonyos személynek a hagyatéka. Amiben szintén ugye akár külföldi, akár magyar, ásvány, ősmaradvány, kőzet, innen meg onnan, tehát teljesen... Ez kicsit hasonlít a szerkesztő munkához, most akkor hogyan mutassam be ezt a rengeteg anyagot úgy, hogy valaki bejön, akkor ne vesszen el a részletet. Igen, tehát pont ezért, hát én már, lassan 10 éves így fölvetettem még, hogy ezt kicsikét úgy frissíteni kéne ezt az egész gyűjteményt, és hát ugye 2011-ben került át ide a gyűjtemény ebbe az épületbe, az új épületbe, a régiből, de akkor még a régi rendszer szerint. Tehát hogy igazából ilyen Ctrl-C, Ctrl-V áthozták ide, tehát egy az egyben. És de maga a rendszer telenség az ugye megmaradt, Isten igazából. És ugye 2018-ban volt ez a EFO pályázat, vagy eurós pályázat, hogy lett végül pénz ugye új vitrinekre, kiírásokra. Tehát úgy megteremtődött az anyagi háttér ehhez az új felújításhoz. És ugye tehát meg lehet nézni, sok minden olyan ősmaradvány, kőzetet, ásványt lehet látni, ugye a régi gyűjteményben nem volt benne. Uh-huh. Ugyanis ugye úgy kezdődött az egész munka, hogy leszedtük minden régi vitrinről az üveget, vagy a plexit, és akkor többször körbejártam. Tehát mit tudom, én csak a termés elemeket szedtem össze, jó, van ennyi, nagyon kevés. Abba is kellett később belerakni pluszba. Akkor utána jöttek ugye vittem a kor szerint az ősmaradványok, ugye azokat is így összerendeztem, ugye abból is ki kellett szedni egy csomót, ami már sérült, vagy hasonló problémája volt. Most minden volt. Ásványnak van valamilyen adatlapja? Tehát lehet tudni, persze, honnan persze. Származik. Hát ugye ezek a kis cetlik, ezek mind így vannak. Ez egy bevizsgált minden. Igen, tehát tehát az összeset átnéztem egyesével, ahol kellett belenyúltam, illetve hát ugye meg is kellett egyik másikat tisztítani, illetve restaurálni, tehát meg preparálni. Tehát azért volt vele munkát, egy évig tartott az egész folyamat. És hát volt, ahol nem tudom, például a lakkot, ugye, ami az elmúlt 50 évnek egy ilyen univerzális konzerváló anyagja volt, ugye a jó kis csónaklak, hát nem egy példányról kellett lemaradni,
Tehát, ami, tehát ott legyen megtévesztő, hogy ez igen, igen, mert ugye az évek alatt, hát nagyjából, mint az asztal, ilyen, ilyen barnás-sárga, vagy inkább sárgás-barna szín lett, és különben meg fehér. Kis hát. Kitérő, felfedeztek már olyan kőzeteket, amik vegyületet alkotnak, tehát kémiai kötése kapcsolódnak műanyagokhoz, kőzetek. Igen. Tehát ezekkel a dolgokkal vigyázni kell. Hát igen. Igen, nyilván. Bár hát nyilván itt, ebben az esetben nem erről van szó. Itt most külön konzerválás. Hát most ezt a cikket nem olvastam, hogy kémiai kötéssel, de az biztos, egy hogy olyat olvastam, hogy, hogy például magmás területeken, tehát teszem föl Hawaii, az odasodródott műanyag beleolvad a félig kihűlt lávába. Ugye már. Ennél azt hiszem magasabb szintről van szó, tehát nem egy hát fizikai elegyről, hát hogyha kémiailag is már megy, akkor az... Ugyan, érdemes utána nézni, mert ez a jövő. Érdve reméljük, hogy nem. Majd utána olvasok. Igen, tehát igazából itt teljesen fel lett újítva az egész gyűjtemény, amit ki kellett venni, azt kivettem. Illetve hát ugye voltak például az ásványoknál olyanok, amik nagyon érzékenyek, tehát bomlanak. Tehát például a markazit. Az olyan, hogy a légnedvesség hatására szépen lassan elkezd bomlani, és amikor például kezdődött a felújítás, azt az pont a Gyöngyös orosz is vitrínben volt, egy ilyen műanyag dobozkába volt, egy halomszürke por. Ki volt rá, hogy markazit? Hát igen. Hát igen, volt. Egykor egy szép kristálycsoport lehetett. Volt még most is az, de ugye hát nem őrzi ugye a kristályszerkezetét. Hát nem, az már annál tovább ment, tehát ilyenkor már teljesen... tehát vizet is felvesz, oxigént is, tehát teljesen szétrohad az egész. Igen. Na most milyen elvek szerint van? Úgy látom, itt igazából föltörténeti korok szerint van rendezve, attól függetlenül, hogy Ázsiából származik, vagy Afrikából, vagy Ajkáról származik. Milyen bemutató anyaga van ehhez, vagy milyen szöveggel tudja alátámasztani valaki jön ide érdeklődő? Hát igen, ugye ez pont ennek a felújításnak volt az alapkoncepciója, hogy ne ilyen szigetes berendezkedésű legyen a gyűjtemény, hanem egy egységes folyam. Tehát egy történet, itt ez esetben a földtörténet, ugye, tehát időrendben így haladunk körbe a legutóbbi jégkorszakig. Hát ugye nyilván itt például a meteorit mintákkal kezdődik, ugye, amik visszamaradtak a naprendszer keletkezése után, de vannak ilyen 2,2-2,3 milliárd éves kőzetminták is, abból az időből, amikor megjelent az oxigén a Földön, ugye a legprimitívebb fotoszintetizáló baktériumok, illetve egysejtű növények idején. Ugye az ásványtárban, ott pedig ásványrendszertan szerint ugye a terméselemektől a szerves ásványokig halad a sor, illetve a kőzeteknél is ugye ugyanilyen rendszertan szerint a képződés, illetve a kőzettípusok szerint. Mi a különbség a kőzet meg az ásvány között? Hát például a kőzet az ugye többnyire ásványokból áll össze, vagy hát ásványi szemcsékből többnyire. Ugye például egy gránit, ugye, ha ránézünk, akkor ott látjuk benne a jellegzetes ásványokat, amik ugye felépítik. De például kőzetet építhet föl éppen ősmaradvány is. Tehát a legjobb példa itt körülöttünk, ez a rengeteg sok sárga. Üledékes kőzetekről. Így van. Tehát ez a eocén mészkövet, ez ugye teli van numuliteszekkel, hébe-hóba tengeri sűn, tengeri rák, csigák, kagylók, stb. Tehát ugye kőzetek is sokféleképpen keletkezhetnek. Vagy éppenséggel keletkezhet mállás termékként, lásd agyag, bauxit, ugye ezek mind elmállott egykori kőzetek maradványai. Vagy éppen átalakulnak a mélységben. Ezzel szemben az ásványok tisztább összetételűek, ugye? Hát igen. Jellemző kristályszerkezetük van, mondom, színük van. Igen, hát szabuk ugye a szín az ugye sokszor ugye a szennyezőanyagoktól függ, hogy tehát mit tudom, egy rózsakvarc, egy krizopráz, ugye egy hegyi kristály ugye különböző színű. Ezek mind a szennyező elemek vagy molekulák véget alakul ki így a színük. Mit tart a gyűjtemény legérdekesebb darabjainak? Tudom, hogy ez szubjektív dolog, mert hát miért lenne egy érdekes, egy 2,5 milliárd éves meteorit, miért érdekesebb mondjuk az Ajkait nevű? Hát jó, nekem nyilván hazaúd a szívem, tehát nekem az Ajkait egy nagy kedvencem egyébként hobbistaként is, tehát én nagyon, nagyon szeretem. Mennyi van ebből? Mert itt látok kiállítva darabokat, de hogy ez hát, egy... Hát
Sokat találtak, vagy ez relatív persze? Hát ugye régen sok volt, ugye amikor még ment a bánya és volt a klasszikus borostyánkőtelep, akkor rengeteg volt. És azokkal mi lett? Hazavitték a bányászokat? Hát volt, aki hazavitte, biztos. Tehát volt, aki így felfedezte benne a szépet. Azért mégiscsak elütött a fekete unalmas széptől. Ugye az a baj, hogy ezek könnyen kiszáradnak és szétporladnak. Tehát persze nem mindegyik rétegben. Tehát a szénrétegek között is van különbség. Tehát van olyan szén, amiben kicsit jobban megmarad az ajkait. Megmaradt. Van, amiben meg kevésbé. Tehát ami főleg ilyen csigás szén volt, tehát rengeteg ilyen puhatestű hely van benne, azok hajlamosabbak voltak könnyebben szétrepedni, széttörni, de ugye a meddő anyagban is volt ajkait, ezt tudjuk. Most az ajkait az hogyan keletkezett, vagy a hasonló ásványok hogyan keletkeznek? Van erre valamilyen tudományos magyarázat? Igen, persze, hogy ne. Hát ugye ez ma is megfigyelhető, igazából kimegyünk ide az ajtó elé, akkor meg lehet nézni ma is, hogy hát mondjuk borostyán talán már ebből nem fenyő, lesz. Fenyő? Így van, fenyő gyanta, így van. Tehát ezek nyitva termő növényeknek a gyantái. Hogyha valami sérülés éri a fát, akkor ugye ezzel torlaszolja el tulajdonképpen a sérülést. Tehát mint amikor az ember elvágja a kezét, igen, és bar keletkezik. Bárki megfigyelt, igen, a kis szerencsével. Mondhatjuk, hogy ezeknek a nyitva termőknek ez a vére, tehát ami lehet így sarkítani. És ebből nagy mennyiségek fölhalmozódtak esetleg egy-egy igen, igen, zárványban? Igen, igen. Hát hát itt ajkán ugye ez a borostyán telep volt, ahol rengeteg sok felhalmozódott. Tehát ez, hogy miért volt ebben olyan sok, és a későbbiekben miért volt sokkal kevesebb borostyán itt az ajkai kőszínmedencében, ezt valószínűleg nem ez fogjuk megtudni. De ugyanez igaz mondjuk a fele ennyi idős, tehát csak ilyen 45 millió éves balti borostyára is, ahol 10 000 tonna szám bányásszák tényleg már több mint szerintem 2 évszázada. És ez csak a bányászat, tehát már ugye a római időkben is ismerték, tehát rengeteg régi nép is díszítette magát, illetve eszközét borostyánnal. Tehát ott tényleg iszonyat mennyiségű borostyán van, rengeteg. És arról se tudni igazából pontosan, hogy honnan származik, tehát hogy igazából hol volt az az egykori hatalmas ősi erdő, honnan ez származik, illetve hogy miért alakult ki ennyi borostyán, tehát hogy van betegség volt, rendszeres tűz pusztított ott az erdőben minden évben, akár többször is, nem lehet tudni. De az tény, hogy rengeteg borostyán van. És mi adja az ajka itt különlegességét? Mert ezek szerint hát a világon sok felé van borostyán. Igen, tehát borostyán korban az ajkait? Hát igen, tehát ugye korban is, meg térben is mindenhol vannak borostyánok. Hát ennek igazából a helyi különlegessége, kicsit az anyagi összetétele, de azt azért meg lehet mondani, hogy ezek is ilyen araukária féléktől származó borostyánok, tehát amik manapság mondjuk Argentinában élő ilyen fenyőfélék, tehát most ott lehet ilyeneket látni, vagy éppen a szobafenyő, ugye az is egy araukária féle. És jellemzően gondolom, hogy mit találnak benne, tehát azok a zárványok, amik előfordulnak itt. Igen. Tőrösdarázs féléket fedeztek föl benne? Hát nem kimondottan tőrösdarázs, de ilyen régi kisméretű darazsak. Ugye a darazsak azok egy nagyon divers csoport. Tehát egyrészt időben is régóta létező csoport a darazsak, de tehát hátyás szárnyúak, méhek, hangyák ugyanebbe a csoportba tartozik, illetve életmódjukat tekintve, tehát ott is nagyon sok félék vannak, méretüket tekintve is, tehát azért itt tudom én, egy fügedarázs, ami ilyen picike hangyaszerű kis valami, ahhoz képest mondjuk egy argentin San Jorge, ami ekkora, azért az megint nagyon nagy különbség. Nem minden a rokonok. Méret ugye végül. Hát igen, persze. Ugye az ajkaidban érdekes módon ilyen kisebb rovarok maradtak meg, pókok, darazsak, ugye csótány, ami ugye nemrég lett leírva, pattanóbogár. Ez valószínűleg egyébként azért van, mert kicsi a mintamennyiség. Tehát, hogyha most teszem fel, most indulna a bányászat, és ilyen szemlélettel menne, hogy ott azért lehetne gyűjteni ilyen mintákat tudományos célra,
akkor szerintem iszonyat sok eredmény születhetne, de most már csak a Mózsa parti megy, abból, ami megmaradt. Hát elég ránézni, hogy tényleg, hogy a Lengyelország, amit az előbb említettem, ugye az eocénkorból, hogy micsoda mennyiségű, meg milyen gazdag. Tehát tényleg a csigák, a szárazföldi csigák, ugye rovarok, pókok. Nyilván ott a mintavéte is nagyobb. Hát hogyne, persze, sokkal, és mindig megy a bányászat. Nagyobb a valószínűség, hogy bármi mást találnak. Így van, de a burmai borostyán, ami ugye viszont idősebb az ajkaitnál, ugye az olyan nagyjából 120 millió éves, hát abban is rengeteg sok. Hát ugye abból vannak ezek a híres toll maradványok, tehát madár vagy dinoszaurusz, tehát meg amon is. Ez megihletett ugye filmrendezőket is, hogy mi lenne, ha... De ezt vonat ne boncolgassuk, ugye, mert ez nem annyira tudományos. Ez fikció, persze. Ez inkább fikció. Ez egy kalandfilm, vagy nem is tudom.